Imádkozzunk, testvérek! Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és ami Úrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istenek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljünk helyeinket elfoglalva. Énekeljük a 474. énekünk első, második és harmadik versszakát. 474. énekünk első, második és harmadik versszakával dicsérjük Istent, amelyik így kezdődik: siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Ha elkísér, mi lesz veled, hogy mented meg a lelkedet? Lezárul a kegyelmi út, lelked Hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 13-tól a 27-ig terjedő verseiben a következőképpen. Amikor pedig Jézus Cezária Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait: az emberfiát kinek tartják az emberek? Ők pedig azt felelték, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. És ti kinek tartotok engem? Kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig azt mondta neki: boldog vagy te, Simon Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokolkapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait,
amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Akkor megparancsolt a tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Krisztus. Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, és sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie és harmadnapon feltámadnia. Péter félrevonta őt, és fedni kezdte, Isten őriz, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és azt mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, botránkozásomra vagy nekem, mert nem Isten dolgaira gondolsz, hanem az emberekére. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt vall? Vajon milyen váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert eljön majd az embernek fia, az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek cselekedete szerint. A kegyelmes Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy annak beszéde lakozzék a szívünkben gazdagon, és teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, valljuk meg bűneinket és hitünket, imádkozzunk eképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyán, éme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusot elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiad, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk, a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, mikor így szól hozzánk az ő ígéjében. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Készüljünk Isten igén, vagy se dicsőítsük Istent tovább a 413. énekünk, mind az öt versszakát énekelve. 413. énekünk, mind az öt versszakát énekeljük, amelyik így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgálja vagy. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. A bűn szolgája gyávarabb, a Krisztusé szabad. A bűn sötétben téved,
bajba dönt vakon. De Krisztus kézen fogs vezet világos utakon. A bűnben kívás gyűlölet, mi mást más minket ő. Örömköd egybes szeretet az Úr szívén belül. Már szolgád lettem Jézusom, kiértem áldozál. Más Uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozzál. Légy áldott Krisztusom, te nagy, hadd adja szívem. Vedd szívesen, hogy hol te vagy, e szív is ott legyen. Imádkozzunk, testvérek! Hálát adunk Istenünk szerető édes jó atyánk ezért a vasárnapért, ezért a csodálatos alkalomért, amikor 5 év után ismét annak örvendezhetünk, hogy egy ifjú igazán a közösségünkhöz és a te seregedbe akar tartozni. Hálát adunk ezért a szép napért, a meleg nyár végért, és azért, hogy megtartottál és megőriztél minket a járvány közepette. Hálát adunk neked, hogy legalább most, ha késve is ezt az alkalmat megtarthatjuk, és hogy ebben a hajlékban lehetünk, hogy nem rögtönzött megoldásokkal, és nem egymástól távol, otthonainkba zárva kell ünnepelnünk és ülnünk a vasárnapot, hanem lehetünk így. És hálát adunk neked, Istenünk, azért, hogy mindez azért lehetséges, mert te akarsz bennünket. Mert te utánunk nyúlsz a lelked által, mert te megszólítasz az igéd által, mert neked van üzeneted és mondandód a számunkra, és azt fontosnak tartod mindenféleképpen, hogy eljusson hozzánk. És reméljük, Istenünk, hogy ez a sokszor gyarló, sokszor balga földi szertartás, amelyen most részt veszünk, igazából meghozza a gyümölcsét, és megtermi azt, ami lényeges, mert az ígéd át fogja járni a szívünket. Mert amit üzensz nekünk, az valóban megérinti, eltölt bennünket, mert el fog indítani bennünket azon az úton, amelyen te akarod, hogy járjunk, mert nem csak lehetőséget, de képességet és erőt is fogsz adni ahhoz, hogy olyanok legyünk, amilyenek megváltottaidhoz méltó, amilyen megváltottaidhoz méltó a te gyermekeid. Köszönjük, Istenünk, hogy szólsz hozzánk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Helyeinket elfoglalva, énekelgatására készülve ezúttal a 250-es ének első és második verszakát. A 250-es ének első verszaka így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. A 250-es ének első és második versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja a szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel. Isten élő lelke, jöjj, áldva
szállj le rám. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjaim. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Istennek igéje, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 18. részének 18. versében. Miképpen szól hozzánk Isten, elolvasom a Máté 18. részének 18. verséből. Figyelemmel, alázatos lélekkel hallgassuk meg. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Kedves Krisztusban szeretett testvérek, akik júliusban velünk voltak az Isten tiszteleteken, akár itt élőben, akár online az interneten keresztül, azok tudják, hogy az elmúlt vasárnapokon, mielőtt szabadságra mentem volna, arról szólt az ige, hogy hogyan bánunk egymással. Hogyha haragusunk van, hogyha valakire haragszunk, akkor hogyan intsük meg az illetőt, először négy szem közt, aztán tanúk segítségével, végül az egész gyülekezet előtt, és hogy mit tegyünk akkor, hogyha semmi esetben nem hallgat ránk. És ennek összefoglalójaként, zárszavaként mondja itt Jézus ezeket a szavakat többek között, hogy amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldottok a földön, a mennyben is oldva lészen. Első hallásra olyan hihetetlen hatalmat ad nekünk a Jézus Krisztus. Hogy a keresztény ember, mintha megmondhatná, hogy ki az, aki mennybe jut, és ki az, aki nem. Mintha a keresztény ember azt mondhatná, hogy ha kizárlak itt a gyülekezetből, akkor az Isten is kizár az ő országából. És voltak évszázadok, drága testvérek, a középkorban, amikor a pápák politikai manipulációra használták ezt a kiátkozásnak a hatalmát, királyokat, császárokat kényszerítettek térdre, és kényszerítettek arra, talán hallották, de lehet, hogy nem, a Canossa járásnak a történetét, amikor a császár majdhogy nem térdelve ment bocsánatot kérni a pápától, a német-római császár, mert félt attól, hogy ki fogják átkozni az egyházból, és ezzel a lelki üdvösségét, tehát a mennyországba jutását teszi kockára. Tehát, hogy volt ilyen értelmezés a történelemben, hogy ez, hogy amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldottok a földön, a mennyben is oldva lészen, ez igazából egyfajta hatalmat jelent. Elsősorban azonban azt hiszem, hogy akkor járunk helyesen, hogyha ezt az ígét leginkább magunkra nézve értelmezzük. Hogy mindaz, amit itt a földön úgymond, amihez ragaszkodok, és amivel kapaszkodok, és amire alapozom és igazítom az életemet, az valahogy érvényesülni fog az életen túl is, az Isten országában is. Én már annyiszor mondtam a testvéreknek, és meg annyiszor fogom mondani azt, hogy Isten a fülénél fogva nem cipál senkit a mennyországba. Tehát nem olyan ez, mint amikor a gyermek nem akart templomba menni, vagy nem akart leülni az asztalhoz, és akkor apuci kiment, megfogta a gyermeket a fülénél fogva,
behúzta, hogy már pedig fiam, most jössz, vagy sokszor látni ezt ugye a szupermarketekben, vagy itt-ott az utcán, hogy a gyermek nem akar menni, és megmakacsolja magát, és akkor az apja vagy az anyja határozottan kézen fogva majdnem húzza maga után, sokszor repül a gyermek a szülő után, úgy kell menjen, már nincs ereje, hogy ugye ennek a makacságának teret kapjon, ugye? Tehát nem így kell elképzelni azt, hogy az Isten üdvözít minket, hogy berángat a mennyországba, és azt mondja, hogy már pedig ott a helyed, fiam, mellettem, az üdvözült lelkek sokaságában, ha tetszik, ha nem. Hanem pontosan azt mondja itt az Úr Jézus, hogy amit megköttök a földön, az a mennyben is kötve lesz. Nagyon érdekes ez a megkötni. Sokféle jelentés tartalommal bír. Azt is jelent, igen, hogy amit jónak gondolsz, törvényesnek gondolsz itt a földön, de jelenti valahogy igen azt is, amikor üzletet kötünk, amikor kezet adunk valamire, amikor ígéretet teszünk valamire, akkor aláírunk egy adós levelet például, mint az ókorban, ahogy ez történt. Ugye, hát azt mondja Jézus, hogy ha ezeket megkötöd az életben, akkor az a mennyben is kötve lesz. Tehát az az első kérdés nem az, hogy kinek mondhatom én meg, hogy bémeltem mennyországba vagy sem, hanem az az első kérdés, drága testvérek, hogy kivel kötök én szövetséget az életemben? Kivel paktálok? Kivel bizniszelek, hogy mondjuk mai kifejezéssel, ugye? Kivel kötök üzletet? Kivel egyezkedem? Az Istennel, Jézus Krisztussal, vagy netán csak a saját lelkemmel, vagy Uram, bocsá, az ördöggel? Kinek teszek ígéreteket? És milyen ígéreteket teszek az életemben? És mikre kötöm le magam? Mert ugye mit jelent az, hogy kötni? Hát lekötni. Például a zálogot lekötöm ugye a lakásomat, a földemet, a házamat, az autómat, hogy aztán majd visszaadom az adósságot a banknak, s ha nem tudom a banknak visszaadni az adósságot, akkor tudom, hogy onnantól a házam, az autóm, a földem az övé. Mire kötöm le az életemet? Milyen célokra kötöm le az energiáimat? Mire mondom azt, hogy na hát igen, erre felteszem az életemet is? Mire? Ugye ez a kérdés. Vannak emberek, akik egész életüket fel tudják tenni például arra, mert olyan rettenetesen haragszanak valakire. Vagy vannak emberek, akik egész életüket arra teszik fel, hogy nekem legyen jó. A még borzasztóbb, amikor azt látom, drága testvérek, hogy nem csak emberek, akik erre teszik fel az életüket, hogy állandóan azt mondják, hogy csak magammal kell törődni, és az vagy, amit megeszel, és megiszol, jó fléken, se jó Jim Beam whisky utána, az a tiéd, s megetted, s megittad, s mit kell foglalkozni egyébben az életben, ugye, és pénzünk legyen, s BMW-nk, s házunk, jól legyünk. De nem csak ez a zavaró, drága testvérek, hanem amikor ezt mondják a gyermeknek, amikor erre tanítják a gyermeket, hogy édes fiam, ide figyelj, az életben nem számít senki, nem kell foglalkozni senkivel, nem kell törődni senkivel, semmivel, se emberrel, se Istennel, se szeretettel, se szülővel, te számítasz, édes fiam. Meg azt, hogy mit gyűjtesz össze, és mit van, az számít, mit tudsz megmutatni. Figyeljük, drága testvérek, van, aki erre köti le az életét. Van, aki ezt ebbe kötözi le magát, és azt mondja, hogy ezt akarom az élettől. És ezekre mondja Jézus, hogy ezt akarod az élettől? Hát ezt kapod az örök élettől is. Amit megkötsz a földön, amit az életedet ráteszed itt a földön, az lesz az örök életben is. Számtalan példázattal támasztotta alá ezt az Úr Jézust, és számtalanszor figyelmeztetett arra, hogy az élet rövid, az örök élet viszont mondjuk úgy, hogy hosszú, örök. Az élet rövid, és ez alatt a rövid élet alatt megvan a lehetőségem, igen, arra, hogy esetleg feloldjam magam a földhöz kötöttségemtől. Mindattól, amiről esetleg van annyi eszem, hogy rájöjjek, hogy ebben a 60 vagy 80, vagy esetleg ugye felnőtt koromnak 20 vagy 30 ideig tartó időszakában talán jó, talán élvezetes, de aztán mindent el kell engedni. Mindent itt kell hagyni. Nem is olyan rég, drága testvérek, itt Egeresen kiürítettek egy háztartást. Meghalt a tulajdonos,
A fiatalok úgy, ahogy volt, eladták a házat. Esküszöm rá, hogy testvérek, az utolsó törlőrongya helyén volt úgy, ahogy az előző tulajdonos hagyta, és úgy jött az új tulajdonos, aki megvette, és azt mondta, hogy ha nem viszik el a szegények, vagy akinek odaadná, akkor mindent az égvilágon ki fog dobni. De minden, drága testvérek, a fényképektől a nem tudom, míg minden ott volt a házban, a falon a falióra, és a kamrában a petróleumlámpa, és lehet sorolni. És azért, amikor ezt úgy láttam, akkor úgy le voltunk többen, hogy hát igen, ennyi egy élet. Hogy összeszedsz mindent, és szépen berendezed a házat, és ott van mindened tényleg, hogy csak használnia kéne az utókornak, és nem kell senkinek. És jönnek, és kidobják az egészet, és azt mondják, hogy mehet a tűzre, mehet a szemétre, úgy, ahogy van az egész, amit van. És ez a helyzet, drága testvérek, hogy évszázadok óta, évezredek óta mondjuk ezt az egyházban, és hirdetjük azt, hogy az élet rövid, és az örök élet az hosszú. És amire rekötöd az életedet, amire rászánod, amit fontosnak gondolsz az életben, hát annyit maradt az örök életben is. De milyen más, testvérek, hogyha azt mondjuk, hogy hát kötni mást is lehet, lehet kötni barátságokat, örökké tartó barátságokat, lehet kötözni úgymond idézőjelben embereket magamhoz a szeretetnek a kötelékével. Lehet kötődni, ugye, milyen érdekes a kifejezés, hogy valaki kötődik a másikhoz, akkor, hogyha jót tesznek vele, hogyha bízik a másikba, hogyha tudja, hogy soha nem fogják hátba szúrni, soha nem fogják kihasználni, soha nem beszélnek gonoszul róla. Milyen más, testvérek, ha ilyen dolgokat kötök az életembe? Hogyha ebben kötődnek hozzám az emberek, és nem kötődök az emberekkel, ahogy itt tegeresen mondják ugye a kötekedésnek, milyen más, drága testvérek, hogyha erre alapozom az életem, és azt mondja erre az Úr Jézus, hogy mindaz, amit megkötsz, barátság és szeretet is, és öröm is, és mindenféle kötődés, az a mennyben is kötve lesz. Tehát el kéne jutni végre oda, drága testvérek, hogy tudatosítjuk azt, hogy ebben az életben mi az örök életre építkezünk. Ebben az életben csak előkészítjük azt, ami Isten kegyelméből esetleg várhat ránk az örök élet. Persze, drága testvérek, nem szabad itt megállni, hanem tudni kell azt, hogy igen, ugyanakkor ennek az igének valóban van egy olyan jelentése is, hogy a keresztény embernek megvan a joga is, és a képessége is, és a szabadsága is, hogy incsen, és hogy figyelmeztesse. Ezt a Biblia olvasás ennyien felolvasott történetben, ugye azt olvassuk, hogy Simonnak, Péternek Jézus szó szerint odaadja, amikor azt mondja, hogy neked adom a kulcsok hatalmát. Azóta is úgy ismerjük Szent Pétert, legalábbis a közgondolkodásba, hogy nála van a mennyország kulcsa, hogy ő lett a mennyországnak a kapusa, ugye, és ott ül a mennyország kapujába, és a halott először vele találkozik, a viccekben is, ugye, Szent Péterrel, és akkor vagy beenged valakit Szent Péter a mennyországba, vagy nem enged be. Hát nem hiszem, hogy ennyire a szó szerintiségében értette Jézus, hogy egy portás, vagy kapus, vagy most már úgy mondják, hogy páznik, ugye állást ajánlott volna Péternek az Isten országába, örök életre szólóan, hanem igazából itt természetesen képletesen kell érteni. És meg kell azt is érteni, hogy kinek ajánlja Jézus ezt? Péternek. Aki egyszerre Simon, és Péternek csak akkor nevezi Jézus, amikor ugye hitvallást tesz. És milyen érdekes, hogy olvastuk a történetet, két történet egymás után. Az egyikben Péter ragyó, tényleg, fantasztikus, milyen gyönyörű hitvallást tesz Jézusról. Te vagy az élő Istennek fia. Jézus rögtön azt mondja neki, nem Simon vagy, hanem Péter, kősziklát jelent, magyarul a Petros, Piatra románul, ugye? Kőszikla vagy, kemény vagy, ezt szeretem benned, ennek az emberrel, még az országom kulcsait is rábíznám, ugye, mondja Jézus, és 10 perc múlva olvassuk, vagy 1 perc múlva a Szentírásban, hogy Péter
vagyis ez a Simon félrevonja Jézust, mondja neki, hogy jaj, ments, Uram, hogy ilyen történjen veled. Ugye nem érti Jézus egész szenvedés történetének a kérdését, és akkor Jézus már így szólítja, hogy távozz tőlem, sátán, mert te visszatartasz engem. Tehát egyik percben Péter vagy, és kőszikla vagy, és az Isten országát rád bízom, s másik percben sátán vagy. Ugyanaz az ember. Mondhatnánk, az is lehet egymás után történt ez a két történet. Nem tudjuk. Tehát, hogy 10 perc leforgása alatt Jézus kétféleképpen hívja ezt a Simont, ezt a Jóna fiát. Akkor hogy van ez, drága testvérek? Hát éppen ez a lényeg, hogy akkor, amikor az ember hitből cselekszik, akkor, amikor az ember tényleg az Istennel való kapcsolatából tekint rá egy másik ember, akkor, amikor az ember először, mielőtt ítélkezne, imádkozik, mielőtt az ember beszélne, azelőtt könyörög és Istenhez is leborul előtte, akkor ugye azt olvassuk, hogy akkor igen, amit az ember megköt, a mennybe is kötve lészen, és amit felold, a mennyben is oldva lészen. Tehát, hogy igen, megvan a lehetőségünk arra, hogy figyelmeztessünk másokat. És megvan a tehetségünk is, és a képességünk is arra, hogy megintsünk másokat, nem azért, hogy hatalmat gyakoroljunk fölöttük, ez is nagyon fontos, hanem egyszerűen csak azért, mert lehet, hogy fontos számunkra a másik. Hogy értsük jól, drága testvérek, ha az ember józan, ugye, és lát valakit, aki részegen vezetni akar, hát akkor tudják, mi a legfontosabb teendő. Megfogni a kocsikulcsokat, és olyan messze eldobni, amilyen messze csak lehet, hogy nehogy véletlenül valahhoz tudjon ülni a másik. Mert én józan vagyok, és az eszem megjárja, hogy törvény szerint, és nem csak erkölcsileg, és a másiknak olyan részegen nem szabadna valahhoz ülni, és szabad nekem azt mondani, hogy te most ne vezess. Vagy én felnőtt vagyok, és ott van a gyermek, aki rakoncátlan, és futkorászik jobbra-balra, és át akar szaladni az úton, pedig tudom, hogy jöhet egy autó, és egy perc alatt, vagy másodperc alatt eltaposhatja, és akkor szabad nekem erősen megfogni a kezét, és azt mondani, hogy édesfiam, te most itt ülsz, és meg nem mozdulsz, ha ordítasz, ha toporzékolsz, és ha belegebetsz, akkor sem, mert én tudom, hogy neked ez most jó. És ez soha nem a hatalomról szól, igaz, drága testvérek, hanem sokkal inkább szól a szeretetről és az elköteleződésről a másik ember felé. Tehát erre mondja az Úr Jézus, hogy amikor szeretettel, amikor elkötelezéssel, elköteleződéssel, amikor az Isten szemszögéből nézel egy másik emberre, akkor igen, amit megkötsz vele szembe, az a mennybe is kötve lesz, és amit megoldasz vele szembe, az a mennyben is oldva lesz. Ez nem azt jelenti, hogy akkor, amit te lent mondasz, azt fenn valami holmi angyalok lejegyzik, és azt mondják, hogy na, Pista azt mondta Jánosnak, hogy te nem fogsz üdvözülni, akkor ezt most komolyan kell vegyük, és Jánost nem szabad beengedjük a mennyországba. Nem így kell érteni, drága testvérek, hanem úgy kell érteni azt, hogy amit te beszélsz, az olyan, minthogyha az Istentől hallottad volna, minthogyha betekintést kaptál volna, és beleláttál volna az Isten országába, és láttad volna, hogy ki tudnád mondani, hogy hát ahogy te élsz, édesfiam, ahogy te gondolkozol, ahogy te cselekszel, hát ezzel nem lehet bejutni az Isten országába. Tehát ezt kell megérteni, drága testvérek, hogy akkor, amikor tényleg Isten szerint való életet élek, és Isten szerint gondolkodom, akkor el tudok jutni arra abba az állapotba, és arra a lehetőségre, hogy az Isten szemével lássam az embereket. Olyan ez, drága testvérek, mihez hasonlítsuk, mind vannak a messengeren ezek a játékos filterek. Biztos a gyermekekkel kipróbálták, mert azok imádják, ugye, hogy a telefon filmez engem, de ha beállítom akkor, hogy macskának látszódjak, akkor macskának látszom a felvételen. Ismerik, nem? Vagy ha beállítom, hogy pókember legyen belőlem, akkor pókember lesz, és olyan lesz az arcom. Vagy ha beállítom, hogy csillagok röpködjenek a fejem fölött, akkor csillagok röpködnek a fejem fölött.
Most így kell elképzelni, drága testvérek, azt, hogy valaki az Isten szemével lát, hogy olyan lesz, mintha egy ilyen filterem lenne, és ránézek a másik emberre, és nem feltétlenül csak azt az embert látom, és nem feltétlenül csak ezeket a földi erőviszonyokat és lehetőségeket látom, hanem látok többet is. Drága testvérek, azoknak, akiknek ilyen látásuk van, és azok az emberek, akik így tudnak nézni a másik emberre, nos azok tudnak igazából közösségben is lenni. Mert itt nem azt kell megérteni, hogy ez egy ilyen Superman csoda képességem nekem, és nem arról van szó, hogy akkor én egyedül olyan leszek, hogy mindenkire ránézek, és akkor látom, hogy na ez bejut a mennyországba, ez nem jut be, ez ilyen, ez olyan, és akkor nyugodtan a sarokból ítélkezhetek mindenki fölött, és duzzoghatok a sarokba ülve, mondva, hogy majd ti mind elkároztok, ti mind mérges kígyóknak a fajzatai vagytok, veletek egyiketekkel se ülök le, mert rólatok, mind tudom, hogy milyen fajták vagytok. Nem, drága testvérek, hanem ez sokkal inkább azt jelenti, hogy akkor, amikor eljutunk erre a látásra, akkor igazából azt látjuk meg, hogy ki lehet a testvére. Azt látjuk meg, hogy igazából kiben, mi az, amiben esetleg segítségére lehetek. Mi az, amit el kéne fogadnom, mi az, amit meg kéne értenem. Egyáltalán oda jutunk el, drága testvérek, és azt hiszem, hogy a mai világban ez az iszonyatosan nagyon fontos, és ez az, amit elfelejtettünk és nem értünk, hogy igazából nem csak én számítok. És nem csak az én életem, és az én problémáim, és az én nyomorúságom, és az én harcaim, és az én kínjaim a fontosak. Nem, drága testvérek. Hanem el tudunk jutni oda, hogy igazából tudom látni azt, hogy én, aki vagyok ebben az életben, valahogy egy kapcsolati rendszerben, egy szövevényben vagyok, ahol lehet a másiknak szüksége van rám, ahol lehet a másiknak szüksége van a támogatásomra, ahol lehet, hogy sokkal fontosabbak lennének igazából a kapcsolatai. Mert azt kell megérteni, drága testvérek, hogy nem egyenként, nem vízcseppekbe, nem burkokba, nem szőlőszemekbe fogunk üdvözülni. Nem egyedül leszünk a mennyországba, lehet így fogalmazni, drága testvérek, hanem ott is közösségben leszünk. És ha ott fontosak a kötelékek, és hogyha ott fontosak a kapcsolatok, akkor bizonyára, drága testvérek, fontosak azok ebben az életünkben is. Amen. Amen. Hallottuk, testvérek, az igét, feleljünk rá, és énekeljük el a 250-es énekünknek a 3. és 4. versszakát. A 250-es énekünk 3. versszaka így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent. A 250-es ének 3. és 4. versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent, s Jézusommal légyek egy, már a földön lent. Oldj fel könnyen, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj, s majd a végső harcon át mennybe fölragadj. Oldj fel könnyen, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj. Imádkozzunk, testvérek! Mindenható Istenünk, mennyei édesatyán, köszönjük neked, hogy úgy alkottad és úgy alakítottad ezt a földi életünket és ezt a rendet az életünkben, hogy valahogy, amit itt akaratod szerint és hitünkből fakadóan fontosnak gondolunk és megteszünk és kialakítunk, az igazából megmarad örökkévaló módon a te országodban is.
Köszönjük, Istenünk, hogy az életünkben vannak olyan kapaszkodók, vannak olyan fogódzók és olyan pontok, amelyekhez, hogyha ragaszkodunk, és amelyekhez, hogyha kötődünk, akkor igazából már megízlelhetjük és megkóstolhatjuk az örök életnek a kezdetét. És köszönjük, Istenünk, hogy ígéd által megvan a lehetőségünk arra, hogy ezekről halljunk, ezeket megismerjük, hogy megtanuljuk, hogy mi az, hogy szeretet, mi az, hogy egymással való törődés, mi az, hogy béketűrés, és mi az, hogy türelem, mi az, hogy kedvesség, mi az, hogy alázatosság, és mi az, hogy áldozatkészség. És olyan jó tudni, Istenünk, hogyha ezekhez kötődünk, és ezekhez ragaszkodunk, akkor ezek megmaradnak majd oda át is. De ugyanakkor azt is jó tudni, Istenünk, hogyha feloldjuk magunkba a haragnak a rettenetes nagy köveit, és hogyha feloldjuk a kapcsolatainkból ugye a magunknak valóságot, és a haszonlesést, és a mindenféle nyomorúságot, és mindazt, ami megbékjózna és megkötözne, akkor ezek a te országodban is, a veled való kapcsolatban is oldódnak és oldva lesznek. Olyan jó ezt nekünk tudni, Istenünk, mert így van egy irányunk, amely felé tarthatunk. Van egy iránytűnk, amely megmutatja, hogy merre és hogyan igazítsuk az életünket. Olyan jó ezt nekünk tudni, Istenünk, mert hogyha ezt tudjuk, akkor nem kell rettegnünk attól, hogy ebben az életben eltévejedünk és eltévedünk, és olyasmit csinálunk, ami magunk vagy mások számára az örök életre szólóan is ártalmas, vagy rossz, vagy elviselhetetlen. És kérünk téged, Istenünk, hogy segíts minket, hogy valahogy ne veszítsük el ezt a belső, lelki, krisztusi irányítást. És segíts minket arra, hogy mindig eszerint a krisztusi rend szerint igazítsuk az életünket. Legyünk egymáshoz türelmesek, és legyünk béketűrők, és ne legyünk haragtartók, és hordozzuk el egymást szeretetben, és legyünk olyanok, mint amilyenekké te akarsz formálni és alakítani bennünk. És kérünk téged, Istenünk, hogy hallgasd meg, amikor bajainkból és fájdalmainkból hozzád kiáltunk. Hallgass meg, amikor kérünk téged, hogy vigyázz ránk a járvány idején, és őrizd meg minket a betegségtől, és főleg annak szörnyű és hosszú távon az életet megnyomorító következményeitől. Hallgass meg, amikor a betegekért imádkozunk, amikor azokért imádkozunk, akiknek nagy szüksége lenne az emberek jó indulatára. Hallgass meg, amikor azokért imádkozunk, akikért éppen gyűjtés folyik, mert valamilyen nagy orvosi kiadás előtt vannak. És hallgass meg, amikor a gyülekezetünkben levő betegekért, ágyban fekvőkért, nyomorúságért és terhet hordozókért imádkozunk. És kérünk téged, Istenünk, hallgass meg, amikor a saját életünket visszük eléd. Amikor elmondjuk neked mindazt, ami lelkünk mélyén aggaszt bennünket. Amitől szorongunk, amitől félünk, amire vágyunk és amit fontosnak gondolunk. Hallgass meg, amikor hozzátartozóinkért, ismerőseinkért, rokonainkért vagy gyermekeinkért imádkozunk hozzád. Hallgass meg, Istenünk, és bölcsességed szerint teljesítsd be mindazt, amit életünk számára jónak és fontosnak gondolsz. Amen. Amen. Bizalommal tárjuk fő szívünket Isten előtt, és csendben vigyük elé a kéréseinket. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Isten iránti hálával jelentem a gyülekezetnek, hogy Isten és a gyülekezet színe előtt konfirmációi fogadalom tételre jelentkezett Topai Szilveszter. Testvérünk a konfirmálásra készülve a 269-es énekünknek az első versszakát énekeljük. Mind a négy versszakát énekeljük. A 269-es ének első négy versszakával dicsérjük Istent. Szent Háromság, egy Istenünk, hozzád buzgón esedezünk. Szent Háromság, egy Istenünk, hozzád mozgón esedezünk. Nézz alá e kis seregre, fogad őket kegyelme. Jövel áldott Isten, gyógy szent lángot szíveikben, hogy legyenek tiszták, szentek, mindörólad vallást tesznek. Legyen hitük rendületlen, reménységük csüggedetlen. Jézus őket bűntől óvja, és segítse minden jóra. Fiat szent egyházat, édvességünk erős maradt, mint mennyei seregekkel. Növeld mindig oly hívekkel. Istennek szent lelke, ki alászállottál a mi Úrunk Jézus Krisztusra, szállj alá a növendékre is, hogy lássa ő is a megnyilatkozott egeket, és hallja a mennyből alászóló mennyei szózatot. Ez az én szerelmes gyermekem, akiben én gyönyörködöm. Amen. Panna szója, látszom én is? Kamerá, látszom én is? Így kell állnom, hogy a kedves nézők, akik esetleg nézik interneten is a felvételt, azok lássák és hallják is, amit mondok. Nagy öröm ez a pillanat, amikor itt állok Szilveszter mellett, mert hát igazából 5 évvel ezelőtt volt egy konfirmálás, de akkor kerültem ide, csak pár hónapon keresztül volt a idézőjelben a kezem alatt konfirmandus Boti, aki akkor konfirmált, de hát Szilvesztert már akkor megismertem, és hát el kell mondanom elsősorban Szilveszterről azt, hogy ő volt az az egyik gyermek, akit mindig lehetett hívni, akár milyen gyülekezeti alkalom volt, legyen az vallásóra, magyaróra, vagy éppen tábor, vagy kirándulás. Sokszor beszéltük is ezt, hogy van itt gyermek papíron,
20-valahány a gyülekezetbe, de amikor elő kell lenni, akkor mindig csak kettő van elé, és az egyik a Szilveszter. És ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy eljutottunk ide, hogy Szilveszter, ez a szép, közben nagyjá cseperedett fiú itt áll a gyülekezet előtt, és vallást tesz a hitéről, és azt akarja a konfirmáció által, hogy továbbra is ehhez a gyülekezethez tartozzon. Néhány dolgot röviden szeretnék elmondani neked, Szilveszter, arról, hogy mit jelent gyülekezethez tartozni az Isten közösségében, és aztán néhány dolgot a gyülekezetnek szeretnék elmondani, azt, hogy mit jelent az, hogy gyülekezet vagyunk, mit jelent gyülekezethez tartozni. Hát ebben az atomizálódott világban, amiben éppen élünk, ahol mindenki azt csinál, amit akar, mindenki a maga módján vallásos, ugye, ami azt jelenti, hogy ahány ember, annyi vallás, és ebben a világban, ahol mindenki